Köszöntöm nézőinket! Önök Hírhét című műsorunkat látják. Érik a szőlő címmel az idei évben is megrendezésre került a Város Szüreti Fesztiválja a Künzelszau téren. Mai magazinunkban a hétvége programjaiból nézzenek meg egy összefoglalót. Kora délutántól a fellépők sorra vették birtokba a Künzelszau téren felállított színpadot, és kezdődhetett a 2017-es évi őszi fesztivál. Volt szeretőm! De már nincsen, faképnél hagyott. Málatomban ne csináljak, lumpolok nagyot. Száz kocsmában bemegyek, száz icebort legyenek. Meggyújtatok százszál gyertyát annyi. Úgy siratom azt a gonosz hűtelent. Ajjaj, mi van? Húzzad csak ki világos verradatét, húzz még a szélben is hajlaladét, még ennek fejtem a csajba babám, csak húzzad az én módon. Húzzad csak ki világos verradatét, húzz még a szélben is hajlaladét, ez dalolja, megedül. Aki megcsal, az félelmet átkozom. Vissza megyek, össze-vissza csatolom. A kulturális központ az idei évben is színes programokat kínált. Ahogyan a borokat lehet kóstolni itt, úgy természetesen a programokat is, hogyha így gondoljuk, hogy vesszük átvitt értelemben. Tulajdonképpen a mai délután két fonalat fontunk össze. Az egyik vonalon a Szürethez, a Mihály naphoz kapcsolódóan állítottuk össze a programokat. Ezt a vonalat képviselték az óvodások Mihály napi műsora, ezt a vonalat képviseli a néptánc, hiszen hozzátartozik a Szürethez, illetve ezt a vonalat képviseli a vasárnapi terményszentelő szentmise is, ami hozzátartozik. A másik vonalat pedig hát az ősz színei képviselik, hiszen benne járunk a szeptemberben, a utolsó napján, és pontosan az ősznek van egyfajta sokszínűsége, akár a természetet, akár a betakarított terményeket vesszük figyelemben, és ezt a sokszínűséget tükrözi a program válogatásait, hiszen itt minden műfajból található egy-egy kis ízelítő. A Megarok társulat operett csokorral lepte meg a nézőket. Bemegyek a kocsmába, magam vagyok. Ásványvizes palacka? Aki lejjed rám jártok, házi pálinka, az se mondja. Hogy gyere föl? Nem. Vár a nőknek betölöm, a hűségre fütyülöm.
aki megcsal, azt én el nem átkozom. Értem egyet, össze-vissza csokkod. Melyek csokkod? Ajaj. Húzod csak ki világos csirradat ki. Húzd még a szívedben is hajnalod ki. Még jelent legyen a csaj, papapá. Húzd csak az én dolgám. Húzd csak ki világos csirradat ki. Húzd még a szívedben is hajnalod ki. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket a Kaposvári Megarok Társulat, a búcsúzik önöktől, köszönjük a meghívást, viszontlátásra! Erkárpáti Péter volt a nap műsorvezetője. Nem sokára folytatjuk majd a műsort, méghozzá a nagykanizsai Zalagyöngye táncegyüttessel és a marcali Baglas néptáncegyüttessel, akiben csak névazonosság van a Baglas fundamentummal. Kérem szépen, kezemben van egy smiley, önöknek a mobiltelefonján van egy csomó ilyen. Jó, ez is egy felajánlás, méghozzá az itt kiállító kedves vendégeink felajánlása a tombolába. Ahogy hallottam, nagyon szépen fogynak a tombola jegyek, 100 forintért bárki hozzájuthat például egy ilyen smileyhoz, és ennek az az előnye, hogy nem kell átküldeni Facebookon, hanem egyszerűen oda lehet így kézbe adni a smileyt, úgyhogy ez egy ilyen. Ha szület, akkor néptánc. Meghalt a juhász, ó, de a juhász, nincs ki mondja a purinak, tereld a falkát, nincs ki mondja a purinak, tereld a falkát. Lopok, lovak, lopok is, kapnak, aztának is. Úgyis mi fél az élet, ha a rózsa nem szeret. Ha Tamási megy alatt, vásár esett az alatt. Árulom a lovamat, lovam mellett magamat. Kerek az én dalapom, kerekebbre szabadom. Kicsi az én galambom, könnyen megcsodulhatom. Szolgálója ragyog, úr csillagot, addig szolgálja a papot, hiszen mert kulbászt nem kapott, ragyog, úr csillagot, addig szolgálja a papot, hiszen mert kulbászt nem kapott, ragyog, úr csillagot. Lefekszik az ágyába, a szeretőjét soha föl nem találja. Egy sem rózsa, ki fehéret nem nyíl. Egy sem asszony, aki este lefekszik. Aki este lefekszik az ágyába, a szeretőjét csak álmába találja. Thank you.
Természetesen a marceli hagyományokhoz hozzátartozik a néptánc, hiszen mindenki ismeri a baglast, akár a szenior, akár a junior vonalat, hiszen az oktatásban ez jelen van. Ilyenkor arra kérjük őket, hogy egy kicsit a néptánc kedvelőket jobban kicsábítsuk, illetve tudjunk neki kínálatot adni, hogy hívjanak magukkal egy-egy vendéget, hiszen a néptánc egyesületek, a néptáncosoknak nagyon kiterjedt kapcsolatai vannak, nagyon jó barátságai vannak másik néptáncosokkal, és így meg tudják nem csak magukat, hanem meg tudják mutatni azt is, hogy az ő partnereik, barátaik mit tudnak kínálni. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, sejmig a szeretőm, édesanyja parci. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, sejmig a szeretőm, édesanyja parci. A rendezvény dr. Sütő László marceli polgármestere nyitotta meg. Jó estét kívánok mindenkinek! Két jó hírem lesz. Az egyik, hogy a megnyitó az rövid. A másik, hogy a borász barátaim szerint az idei évben nagyszerű borok teremnek, tehát a következő esztendőtől kifejezetten még jobb borokat ihatunk, mint amit itt pillanatnyilag felszolgálnak. Én kívánom valamennyiüknek, hogy nagyon jól érezzék magukat, valóban felhőtlenül, örömmel, barátok között töltsék el ezt a délutánt, estét, és utána is jól emlékezzenek arra, hogy érdemes volt ide eljönni, és jövőre talán még többen leszünk. Ezzel a rendezvényt megnyitom. Köszönjük szépen, polgármester úr, megnyitó szavait. Tisztelt hölgyek, urak, illetve a polgármester úrnak is azt kívánom, hogy önöknek érezzék jól magukat itt a nap folyamán. A másik oldal meg természetesen
az esti mulatozáshoz, mikor már esetleg egy kis egy pohár bor vagy egy kupica pálinka már ugye lecsúszik vagy kóstolásra kerül, akkor ismert dalokkal, vagy akár ugye a rockabilly, ami egy ismert műfaj, vagy a rock válogatással, operett válogatással, hát lehet, hogy még kísérni is fogják majd a kóstolgatók itt. Kérem szépen, a Banglas Néptánc Együttes mezőségi táncokat ad elő, szaxofonon közreműködik Budai Róbert. Kérem szépen, ez nagyon tetszett nekem, látom öveknek is. Teljesen rendben van, gyerekek, lassan valami lemezt is kéne már ebből csinálni, mert ugye annak idején ezt a világzene feelinget, ugye Deep Forest hozta be a köztudatba Sebestyén Mátával, de úgy látom, hogy van most követője, méghozzá nem is akárhogy, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen ezt a Banglas Néptánc Együttesnek és Budai Róbert szaxofonosnak. Aki kézzelfoghatóan szerette volna megismerni a születi teendőket, azok szőlőt préselhettek, de mustot vagy akár termelői sajtot is kóstolhattak.
helyi termelőket szólítottunk meg a mostani szüreti fesztiválon, természetesen ezt is úgy, hogy egy kicsit illeszkedjen a műfai jelleghez. Ezért van az, hogy például két sajtermelő, sajkészítő is helyet kapott bemutatójával, meg lehet kóstolni. A musta az igazából frissen préselt szőlőből készül, amit szintén meg lehet kóstolni, illetve a helyi borászoknak a kínálata, többféle bort lehet kóstolni. Persze a táncnak még messze nem volt vége, hiszen a nyughatatlan zenekar rockabilly koncertjén bárki lophatta a Künzerszau téren. Johnny Cash az 50-es, 60-as évek legnagyobb rock'n'roll sztárja, a 11-szeres Grammy-díjas énekes, aki 5 évtizeden keresztül vezette a slágerlistákat és generációkat nyűgözött le a zenéjével. Na és itt jön képbe a nyughatatlan zenekar, akik a Johnny Cash életéről készült filmről nevezték el együttesüket. A műsorokban összeolvad a magyar kultúra és a rock'n'roll szeretete. Eddig 3 nagylemezt adtak ki, a 2016-os Földobom idén aranylemez lett. Saját szerzemények mellett lesznek rock klasszikusok country feldolgozásban, és persze a legnagyobb Johnny Cash és rockabilly dalok. Következzen tehát a nyughatatlan zenekar. Jaj, a kisem remeg asztal fájában, a szívemben 100 nyilaló fájás van. Kitombolom magamból az ördögöt, a félelem zöld szemében vért köpök. Jaj, a szívem remeg Isten szájában, soha ki nem fizethető számlámban. Nem tudom, hogy mennyi itt a lakére, miért fizessek, amikor még nem éltem. Ja, Istenem, itt a kedve már nézed, elmulatom, mint az ező 100 pénzed. Amit adtál, a kegyesen ítelben, hogy majd azért jó, mint csak vagy viszel. Szabad vagyok, bukott anyja, enyém minden vesztes hagy. Fordítozom a
A sztár vendég Roy és Ádám volt. És akkor nekem más teendőm a búcsú után nincs is más, hogy fölkonferáljam azokat, akiket már önök úgyis látnak, láttok a színpadon. Roy és Ádám! Segíts! Köszönöm egy nagy tapsot, hölgyek és urak! Lendült a víz, a hullás, minden változás. Én néztem most erők újra, a diszkó robbanás. Azt is én akartam, hogy legyek újra divat, legyek újra. Kísérlek téged az úton el, én világítok fenn az élet, és akkor aztán vagyok, ott állok mindig a listák élét, a csapból is én folyok. Én világítok fenn az élet, és akkor aztán vagyok, ott állok mindig a listák élét, a csapból is én folyok. Hogy tarts életben!
Az őszi fesztivál vasárnap az Orbán kápolnánál folytatódott, ahol Kis Iván terményszentelő misét celebrált. A kétnapos őszi fesztivál véget ért, de nem éljük, a vénasszonyok nyara még sokáig velünk marad. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!